Helyezzük bele a micro SD kártyát ebbe a kamerába. Láthatóan itt a micro SD kártyának a foglalata, amit fel kell nyitnunk. Kicsit nehezen adja magát, csavarhúzóval tudjuk segíteni. Így. És itt látható az az alaplap, amiben ugye a kártyát bele kell illeszteni. Itt látható a kártya hely, ahova bele kell illesszük a kártyát. Jó. Ehhez ugye van egy 64 GB-os micro SD kártyánk, egy SanDisk típusú. Hát a legtöbb kamera nem érzékeny a micro SD kártyák minőségére, de azért egy A1-es, egy C10-es, egy Class 10-es minőséget azért mindenképpen, főleg egy ilyen felbontású kamera esetén azért tegyünk bele. Egy XC sebességű U1 A1-es micro SD kártyát fogunk beletenni. Micro SD XC UHS 1-es Ultra High Speed. Itt van ez a kis vájat a kártya körül, ami segít nekünk a kártya sértetlen kiemelésében, illetve hogy úgy bontsuk fel, hogy sértetlenül kiemelhessük a kártyát, egy picit megnyomjuk, és ki lehet ebből a tokozatból pattantani. És ugye az érintkező felülettel az alaplap irányába, ugye itt van az alaplap, és itt van a kártya foglalat fölötte, tehát az alaplap irányába legyen ez a kártya érintkező. Hát nem egy magabiztos dolog ezt ide beletenni, anélkül, hogy bele ne ejtse az ember. De nem lehetetlen. És ugye... Kihányta. A körmünkkel bepattanásig, kattanásos beakadásig toljuk be ezt a kártyát. Ezzel a helyén van a kártya. Tegyük vissza a fedelet, úgyhogy ez a szigetelés, ez a szilikon szigetelés, ez mindenképpen jól feküdjön a helyén, és beakasztva, ráfordítva, becsavarva tegyük vissza a kártyát, vagy a fedelet. Így, ennyi volt a kártya behelyezése ebbe a kamerába. Oké. Okay.